Én még sohasem értettem félre barátságot. Én még sohasem fontam belőle tanulságot. Én még sohasem tudtam kezelni a távolságot. Nem, nem, én ugyan nem. Én még sohasem untam meg társaságot. Én még sohasem közvetikáztam igazságot. Én még sohasem sosem mondtam, hogy na látod. Nem, nem, én ugyan nem. Soha nem is írtam rá. Én még soha se találtam magamat magam alatt. Soha ma este a Budapest Bábszínházban a Karszonkóma lép színpadra. Sziasztok, fiúk! Ma este először koncerteztek itt a Bábszínházban. Gondoltátok volna, hogy egyszer majd itt léptek színpadra? Igen. Na, szerintem még nem gondoltátok volna. Igen? Hát de igen. Igen? Én nem. Én nem. Hát 3 hónappal ezelőttig nem gondoltuk volna, de amikor bizonyossá vált, hogy itt fogunk fellépni, akkor pedig már teljesen biztosak voltunk abban, hogy igen, május 6-án itt leszünk a Bábszínház nagy színpadán. És egyébként gyerekkoratokból emlékeztek arra, hogy valaha jártatok is Bábszínházban, mert én például tudom azt, hogy imádtam. Én nem itt nőttem fel, szóval hát tovább passzol. Igen, én sokat jártam ide, múltkor pont beszéltük is az Edinával, hogy a utoljára a Pán Péterem voltam itt, körülbelül 8 éves koromban, és azért szerettem mindig ide jönni, mert mindig nagymamám hozott el minket, és mindig vett nekünk olyan gumicukrot, ami ilyen béka alakú. És ez volt a program, hogy Bábszínház, gumicukor, béka, és hibátlan. És ma este milyen koncertet láthatunk majd tőletek? Annyit tudunk, hogy akusztikus koncerttel készültök. Barni? Igen, akusztikus koncerttel készülünk, ami azt foglalja magában, hogy rengeteg olyan dalt fogunk eljátszani, amit már régóta nem. Például a Nem tudomat is fogjuk játszani, ezt most mondom neked, mert nem volt el itt, amikor elpróbáltuk. Ó, jó, oké. Meg a She's a Sinner című opuszt. Szóval most előkerülnek olyan dalok, amiket egyébként egy ilyen rendes, nagy, 6 fős rockkoncerten nem szoktunk eljátszani, aminek most szerintem nagyon-nagyon örülünk, de nem akarok a többiek nevében beszélni. A Nem tudom, az úgy van, hogy C-dur, D-dur, F-dur, és akkor C7 ilyen. Igen. C, F, igen, és akkor végig álmol, jó, oké, jó, megvan, jó, akkor eljátszunk. Akkor ezt nem gyakoroltátok, még be? De. Hát de sokat, csak nem... Igen, másfél évvel ezelőtt? Nem, másfél évvel meg se jelent, nem tudom, de hogy is nem. Hát már rég játszottuk el, akkor nagyon sokat, de mostanában is Bálintán nyújtjuk nagyon rendesen a pianinon, meg a gitáron. És április 25-én volt 4 éve, hogy megjelent az első lemezetek. Azóta mennyi minden változott a zenekar életében? Nagyon sok minden egyébként, és nagyon sok olyan élményt éltünk át, amiről nem gondoltuk volna régen, hogy át fogunk élni, mint például ez a Bábszínházas koncert, és hát amit én egyáltalán nem gondoltam volna, az az, hogy 4 év távlatával 4 lemezt tudunk kiadni, és most megjelenik hamarosan június 1-én a következő lemezünk, és az úgy elég durva. Viszont, ami ennél sokkal fontosabb, hogy azóta mindannyiunknak megvolt az a korszaka, ami most a Giorgio-nak történik, hogy ilyen nagyon rövidre vágjuk a hajókat. Tényleg, a Petinek nem volt? Nem, a Petinek nem, de most így 3 közül mindannyiunknak. Meg a Zsombornak is. Hát, ez Attinak meg eleve rövid a haja. Attinak eleve rövid a haja. Mármint levágjátok majd a hajatokat? Nem, már megtörtént, ez már volt. Már megtörtént, de nekem már elmúlt. Igen, nekem is. És új dalok, új klippek, mi várható tőletek? Igen, nagyon sok minden, megjelenik 2 darab klippünk is, milyen hónap, májusban, és utána június 1-én megjelenik a lemezünk. Uh-huh. És verekedős lesz, hanem az mindenképpen szeretném mondani, és ezt üzenem anyukámnak is. És holnap pedig anyák napja, úgyhogy mit üzentek az anyukátoknak? Én, amit anyukámnak üzenek, azt majd holnap átadom neki személyesen, ne haragudjatok, azt gondolom, hogy ez csak anyukámra is rám tartozik. Esetleg apukámra és az öcsémre, Bálinta. Én azt, hogy de ezt egyébként nem csak anyukámnak, de hogy így igazából így a szüleinknek, hogy nagyon sokat tettek ahhoz hozzá, hogy eljussunk oda, ahová jutottunk, és hogy nagyon hálásak vagyunk nekik.
Igen, én nagyon hálás vagyok anyukámnak, hogy ő ismer engem a legjobban a világon, és szavak nélkül is megértjük egymást. Legkönnyebb azt mondani, hogy nem az én hibám. Festények, szóval növények, és a sarokban kanapé. Ki ütné, hogy így csalál a belefutott tehetség.